Sándor vagyok, képzőművészettel foglalkozom, festészettel, főleg festészettel. Mellette még dolgoznom is kell, hogy megérjek valahogy. De bekerültem az Országos Vasutas Képzőművészeti Körbe, Benedek mester volt a fez, és akkor hát így elkezdtem rajzolgatni, és akkor hát egy idő után megkérdezte, egy fél év után, hogy csak rajzol, vagy fest is? Hát mondom, festek is. És akkor hát mondta a mester, hogy akkor hozzam be, megnézi a képet. Bevittem, össze volt tekerve egy olyan 40 körüli kép, ilyen tekercsbe, olaj, hát vászonra voltak ezek festve. És akkor hát mondja, hogy lapozom a képeket. Elkezdtem lapozni a képeket, nem szól rá semmit. Egyszer csak megkérdeztem tőle, mester, hát nem jók vagy, vagy miért nem mondott rá semmit, azt mondja. Hát az egyiknek jó a háttere. És akkor mondom, kérdezem tőle, melyiknek? Azt mondja, lapozza vissza, mert akkor magázott ugye a mester. Visszalapozom, lapozom, elkezdem visszalapozni, egyszer csak azt mondja, álljak meg. Na, megálltam, vegyem ki azt a képet, és akkor kiveszem, megnézem én is, elcsodálkoztam rajta, azt mondja a mester, na, látja, ennek jó a hátja, ezek szép a háttere. És akkor azt mondja, de ne keseredjen el, mert nagyon sokan hátteret se tudnak festeni. Szóval így kezdődött a festészet, így kezdődött. Az első mesteremmel az első ilyen bemutatkozásszerű. És akkor hát utána, már a következő évben már nyertem egy díjat, egy országos vasutas kiállításon egy második díjat nyertem. És akkor hát az attól kezdve is mindig, minden évben szinte, vagy vizuális budapesti táraton, vagy országos táraton mindig nyertem egy díjat, vagy harmadik, vagy második, vagy első, ilyesmi. Na és akkor így, hát ide jártam ez a mesterhez, meg hát művésztelepekre jártunk le minden nyáron. És akkor utána jelentkeztem a képzőművészeti alapba, fölvettek, nem elsőre, harmadikra vettek föl. Háromszor jelentkeztem, és harmadikra fölvettek, és látható kezdve, ugye hivatásos, valóságban hivatásos festőként dolgozom, hát iskolában nem jártam, de ez a képzőművészeti kör, hát 10 évig jártam ide rajzolni, minden nap szinte, 3 órákat, mindig volt modell, altmodellek. Na most meg kell, hogy mondjam, hogy itt ebben az iskolában nagyon sokan lettek hivatásos művészek. Tehát nem jártak egyetemre, de olyan nagyon jó szakember volt ez a Benedek mester, a mesterünk, ugye, hogy ez keveset beszélt, de mindig a lényeget mondta, mindig a lényeget. És akkor így, hát így szépen lassan így haladtam előre. Csak hogy 10 év után megszűnt ez a önálló lett, hát akkor fölvettek, és már ugye önálló lett. Attól kezdve már magam építettem a képeket. Hát most is szerepelgetek országos tárlatokon, meg hát nemzetközi tárlatokon is részt vettem már. Hát így alakul szépen lassan. Hát most ugye van egy célom, én mondjuk én az UFO dolgok érdekelnek. Most ilyesmi képekre próbálok koncentrálni, hát ez érdekel, és ezt színvilágom, az a kékek, zöldek, hát mást is használok, csak arra szorítkozik, inkább a művészetem jobban. Tehát én kevés színnel akarom magamat kifejezni. Törekszem arra, hogy túlzottan színes legyen a képeim. Többféle stílusirányzatból tevődik össze a művészetem. Tehát expresszív, szürrealista, szimbolista, 3-4-5 féle irányzatból tevődik össze, tehát akkor talán még vannak benne absztrakt részecskék is, és ott így alakul ki az én művészetem. A színvilágom az ugye megvan, és főleg erre korlátozódik az egész. Tehát sokszor megvádoltak azzal is, hogy miért csak kékekkel festik. De hát az a helyzet, hogy egyszerűen belülről úgy érzem, hogy nekem ez így kell csinálni, és így nem tudom miért, ezt így csinálom.
Hát használok én más színt is, csak korlátozottan. Tehát ugye csak egy színnel nem lehet festeni. Igazából millió árnyalata van annak az egy színnek is, tehát lehetne. De hát én még mégis így csinálom, ugye kékek, zöldek. Főleg ezek vannak túlsúlyban, ezek a színek. Hát hogyha megnézzük a Van Gogh-ot, ők a sárgán szerette nagyon, vagy a Gauguin az a narancssárgákat például. Tehát mindenkinek volt egy ilyen sajátos színvilága. Ugye, most én nem azért, hogy én ragaszkodjak ehhez, hanem hát ez így érzem. Tehát én makacsuk nem ragaszkodom ahhoz, hogy most feltétlenül nekem kékre kell festeni. Hát festettem is sárga képeket is egy párszor, és azokkal is nyertem díjat, ugyanúgy. Volt olyan kiállítás még régebben. Csak most mindig visszatérek a kékekre, tehát azóta is megmaradt ez a színvilágom. És volt egy idő, amikor elkezdtem ilyen vastagon festeni, vastag képek, vastag ősz. De ezt se találtam jónak. Ezt se találtam. Most megint én kicsit most már vékony, alazudosabban festek meg itt. De tulajdonképpen nem az a lényeg, hogy vastagon fessen az ember, mert fölösleges azt a faktúrát, lehet vékony faktúrával is kifejezni olyan dolgokat, ami fontos, ami a lényeges a művészetben. Tehát nem kell azt feltétlenül vastagon festeni. Szóval ez érdekesebb dolgok. Volt olyan egyszer, egy egyik kiállításon, hogy egy ilyen pályázat volt, országos pályázat, hogy egyszerre két díjat is nyertem, volt két első díjat nyertem volna, tulajdonképpen csak azt mondták, hogy hát az egyik első díjat valakinek odaadják, ne legyen már két első díj, és akkor egy második díj lett az első díjból. Például abban az évben nekem nem kellett tandíjat fizetni. Tehát meg azt mondta az igazgató, hogy Sándor első díjat nyert, második díjat nyert, ezért egy tandíjmentes év, nekem nem kell tandíjat fizetni. És akkor abban az évben jártam iskolába, rendesen vászol mindig, és fizetni nem kellett, tehát például egy ilyen kedvezmény. És azért jó jött, mert ha jó, nem volt sok az a pénz, amit be kellett, tehát tagdíjat kellett évente, nem volt sok, na de azért csak jó jött, hogy kaptam egy ilyen kedvezményt, hogy így ezzel jutalmazták a festészetemet. Akkor volt például egy olyan eset egyszer, hogy volt egy ismerősöm, a fönt, ahol laktam a Szabadsághegyen, az például hát ilyen behajtó ember volt a vezetőjével együtt, és akkor egyszer mentek behajtani az Országos Vasúti Igazgatósághoz, valami taluphatóságuk volt. És egyszer csak bemennek az egyik szobába, azt mondja a behajtó ember, a főember, hogy van ott egy kép, szerintem vigyük el azt, és akkor azzal elintézik az adósságot. Azt mondja a srác, hát ez a Sanyinak a képe, Sanyinak a festmény. Oda vitték az egyik képemet, és azt ők vették meg tulajdonképpen. És akkor ráismert, hogy hát, hogy ismert a színvilágon meg a képeimet, és hát egyszer így volt egy ilyen eset, hogy az én képemet akarták törleszteni az ő adósságukat, az Országos Vasúti Igazgatóságnak. Szóval ilyen is volt egyszer. Meg hát ugye a díjak, hát általában például voltunk, minden évben volt ilyen, mentünk le Balatonra, Balaton Keszthelyre, és hát ez ilyen művésztelep. Na most például az egyik alkalommal olyan volt, hogy hát festett, mindenkinek ugye ki kellett rakni a képeket, a mester megnézte, és akkor mondott rá valamit, hogy jó vagy nem jó. És hát az egyik kollega, az egyik srác, az kirakta a képeket, ő is minden, egész éjjel szorgoskodott, a Bak Imrének a képét másolgott el ilyen kicsibe. Hát ugye hát a mester azt tudta, hát az, hogy ismert a dolgot. Ezt nézegeti. A srác oda ment, elkezdi forgatni jobbra-balra. Így jó mester, elfeljel lefel, így jó. Forgathatod azt akár, hogy az így se jó, meg úgy se jó. De nagyon szigorú volt a mester, de hát nagyon aranyos. Én szerettem, hogy szigorú. Az a jó, ha szigorú. Mert hogyha most mindenre azt mondja, hogy jó, hát akkor az nem jó. Akkor a jó művé, a jó kép nem lesz soha. Nagyon szigorú volt, ugye elismerte az embernek, hogy attól valami jó volt, akkor azt mondta, hogy ezt viheted akárhova. De azt vihettem is, mert az biztos, hogy jó volt az a kép. Úgyhogy így, hát aztán így alakult ez. Hát
a családdal kapcsolatosan a gyerekek azok, ugye hát nekem 4 gyerek született, az egyik az meghalt, még picike korában, mert magzatborokrepedés lett, pár hetes lett volna, mint a gyerek is meghalt ide. De a lényeg az, hogy a család, hát ő, gyerekek azok ugye, mi elváltunk, de a család, mi azért fel megtartottak a családi kapcsolatot, és hát mikor kicsik voltak a gyerekek, nagyon szerettek ők is festeni, rajzolni, és tudni, de már amikor kezdtek nagyobbak, már nem nagyon érdekelt őket, nem erőltettem soha, de lehet, hogy majd később meg ők is elfogják, rátérnek erre a dologra, nem tudom. Hát most a gyerekek azok még most iskolába járnak, az egyik az most egyetemre jár, a másik az most leérettségizett, a harmadik az a kicsi, az most fog majd érettségizni. 3 gyerek van, akik megmaradtak. A feleségem az pedig, hát ő is, hát ott ismerkedtük meg az iskolába, a Bernadett mesternek az iskolájába, és akkor ott ismerkedtünk. Ő is rajzolgatott, kezdetben úgy rajzolt, ahogy én. Ugye kezdetben úgy rajzoltam, hogy én, mert nekem egy különleges rajzolás volt. Tehát nem úgy rajzoltam, mint a többiek. Másképp rajzoltam már ott az iskolában is. Nekem volt egy ilyen, hát én elég gyorsan rajzoltam. Tehát nem fényképszerűen, hanem volt egy ilyen sajátos rajzolás. Most például egyszer jöttek be, és így zsűrizték ott a képeket, tudtam. Valahonnan az egyetemről jöttek a tanárok. Sőt, belenéztek, és így belekorrigálhattak egyes képekbe, és az enyémben nem nyúltak hozzá. Ezt úgy hagyták. Látták, hogy ez egy ilyen egyéni valami, nem nyúltak bele. De hát amúgy a kompozíció, maga az arányok, ezek mind tökéletesek voltak. Tehát mondhatni, hogy egy kicsit olyan vángógósak voltak. Ezek olyan expresszív rajzok. Expresszív. Tehát nem olyan, nem ez a... Tehát ez mind kell ugye életet, mintem mindig, minden rajzomban. Amikor elkezdtem már akkor is, hát így. Mert szerintem nekem az volt az elvem, hogy ez a rohanó világ, amiben most élünk, hát ezt a rajzba is kell valahogy egy kicsit mutatkozni kell ebben. És ez mindig bennem volt ez. És amikor rajzoltam, akkor pippak, fölvázoltam minden, és akkor így rajzoltam. Na, és akkor még akkor például volt egyszer egy olyan dolog, hogy mester adott sétálgatott, nézeget, de nem nagyon szólt ő bele soha, mondom, egy szűk szavú ember volt a Bernadett mester. Nézegette ott a rajzokat, nézegette, mellettem lévő gyerek azt mondja, hogy mester, ez jó ez a rajz, jó, ez addig noszogatta, mert nem nagyon akarok tovább időzni, de az addig noszogatta, megnézi a mester, nézeget, nézi a modellt, nézi a rajzot. Azt mondja, hát jónak jó, csak akkora kezelem, hogy saját magát felemeli a modellnek, hát utalt rá, hogy aránytalan a keze. Tehát pedig hát az egyetemre jött át rajzolni a gyerek, mert ezek az egyetemre is jártak át a főiskolára rajzolgatni, meg a Törökpál utcában is jöttek. De hát ez egy ilyen elég erős kör volt, országos szintű iskola, tehát komoly iskola volt ez.